Még megnézzük a... Oké. Tudod, mi pittyog? Mi pittyog? Hát most már nem fog tovább pittyogni. Ezért várjuk ki. Ne idegesíts! Na jó, most már jó lesz. Meleg vagy? Semmi baj. Oroszországban meggyógyítanak. Megtanítjuk Borkának. Az egy szabály. Ezt akartam én is. Tudjuk, hogyha jól nézel ki, akkor kicsi a heréd. És megnézzük, hogy a kis here is sportautóhoz vezethet. Mielőtt belekezdenénk, én arra gondoltam, hogy azért bejelenthetnénk egy-két dolgot. Igen, igen. Most már, amikor ez vágottam megy ki, akkor már tegnap voltam a Spirit FM-ben. Például. Igen, aki most még élőben nézi, annak szólok, hogy ma még 5-kor jön ki egy rész, ami még jobb, mint a tegnapi, de fönn van mindkettő a Spirit FM-nek a YouTube csatornáján, úgyhogy nézzétek már meg, hogy ne a kacé legyen a legnézőbb. És emellett még olyan fontos dolgok történtek. Van a jövőre nézve is bejelenteni valónk. Például, ahogy már hallhattátok nagyon sokszor, a Vadember turné, a Cérnagyár turné 2.0 szervezés alatt volt, és most úgy tűnik. Csak volt? Még mindig úgy van, de most már az a része, ami engem a legjobban frusztrált, az lezáródott. Szóval most már biztosan megvalósul november végén. Szóval készüljön Pécs, készüljön Szombathely, és készüljön Győr, mert érkezünk. Gratulálunk Pécsnek, Győrnek és Szombathelynek. Megnyerték a csapatot. Reméljük, hogy mindenki, hogyha nem is a környéken lakik, de át tud gurulni a legközelebbi nagyvárosba. Amúgy az érdekes, hogy mennyivel könnyebb volt keleten válogatni a városok között, nem? Igen. Ott ilyen tök egyértelmű volt, és csak Nyíregyháza volt, ami még így szóba került. Én nem is emlékszem, nekem csak ez a három város, ami alapból ott is volt berögzült itt meg, de itt meg a középső városon agonizáltunk, hogy akkor most melyik legyen, meg hogy legyen, aztán végül a helyszínek elérhetősége döntött, szóval Szombathely. De majd úgy is jönnek az infók, most eléggé időben vagyunk, nyár közepén vagyunk, szóval... És ez mikor lesz nagyságrendileg? November végén. November végén. Szóval ez még azért messze van, és ugyanilyen messze van, nem is tudom, hogy erről már beszéltetek-e, de akkor most spirellek max a vágodban, nem lesz benne, ugye az évzáró, mert lesz szám. Cérnagyár évzárunk. De hát beszéltünk, persze, hogy beszéltünk, hát Ádámmal is beszéltünk róla. Az is meg fog valósulni, képzeljétek el, az meg december végén, szóval minden lesz. Budapest is készülhet, mert itt valami olyan extra produkcióra lehet számítani. Olyat még senki nem látott, olyat Budapest még nem látott. Igen, a Kelet-Magyarországi Fűnyíró Egyesület már tudja, majd most meglátják nyugaton is, és Budapesten is. Találkozhatunk veletek, mert minden csak értetek van. És mindent nektek köszönhetünk. Mindent nektek köszönhetünk. Hát ha ti nem kattintottatok volna rá, hát akkor nem manifestolódott volna ide ez az asztal sem. Pedig nagyon sokat gondoltam rá, de mindketten tudjuk, mindketten. Hogy ez csak miattad van. Jó, van ez így. Jó, Borka. Most ugrik a majom a vízbe. Hogy működik-e? Igen. Hát ez elképesztő, működik, Borka. Működik, tényleg? Működik. Ja, mindjárt ott is. Nem tudom, Borka, hogy tudod, de mi a leszszabály? Tudom, mi a leszszabály. Elmondjam? Vagy úgy magyarázzam neked, hogy egy nőnek kell magyarázni? Hogy én is megértsem, Borka. Hogy te is megértsed? Amikor mondjuk mennél vásárolni. És mondjuk három eladó ott áll a kapuban, vagy az ajtóban. Na, és az a lényeg, hogy te valahogy mégis bejutsz, és akkor már benn vagy a boltban. Viszont a gól ugye az, hogyha vásároltál valamit, de otthon hagytad a pénztárcádat. És akkor a barátnőd utána dobja a pénztárcát be a boltba, de az eladók meg az ajtóban állnak a sorban. Na, és akkor te lesen vagy. Nem? De ezt el tudom mondani csapatokkal is, meg focival, meg passzal, meg ilyenek. És miért probléma az, hogy az ajtóba állnak az eladók, hogyha utána dobják a pénztárcádat, elkapják? Nem szeretik, hogy nálad legyen? De nem, az eladók nem mindenki dobják utánad, az eladók a védők. A barátnőd az, aki oda dobja neked a pénztárcát. De ebben kívülre. A szenárióban, Borka, mindenkinek az az érdeke, hogy te megkapd a pénztárcádat. Figyelj, tegnap olvastam egy She Life cikket, hogy ezt el tudja magyarázni, mert csak emlékeztem, hogy valahol ezt már hallottam, hogy ilyen nagyon ilyen nevetséges módon próbálták bemagyarázni a nőknek, ugye, hogy ők is megértsék. Én még úgy tudnám elképzelni, hogy van három krumplid.
egy sorban, amikor csinálod a krumpli főzeléket. Ja, Istenem. És így a lisztet merre rakod, és akkor ahogy utána nyúlsz a liszt, nem esetleg nem, igaz? Nem, ez nem. Nem, ez vagy, nem vagy kezdjük az, hogy menstruálsz. Szóval A csapat támad, B csapat védekezik, és akkor a B csapatnak a védői állnak valahol. A csapat egyik támadója előrébb van a kapuhoz, miközben az elrugás pillanatában passzol neki a csapattársa. És akkor, hogyha ő beljebb van, mint a védők, akkor ő lesen van. De milyen van beljebb? Látod, a változást nem tudom. Ugye eddig elég volt a lábúja, most meg már teljes testtel bent kell lenni. Hát eddig úgy volt, hogy bármilyen testrésze, aminek valahol... Kussolj van, eszállj, te se tudod. Eddig úgy volt, hogy bármelyik olyan testrésze, amivel szabályosan a labdába érhet, hogyha az közelebb van az alapvonalhoz, mint a védőnek bármelyik ugyanilyen testrésze. Most ezt akarják behozni. Hogyha az utolsó testrésze is, amivel szabályosan hozzáérhet, a labdához, az előrébb van, úgy látom, mint bármelyik testrésze a védőnek, mert a kezével, ott a kis ujjának a csücskével, az a pont nem érhetne hozzá szabályosan, akkor van lesen. Akkor van lesen. Értem, hogy ez a támadó focit segíti, csak hogy én nem érzem azt, hogy ez mondjuk egy könnyebben betartható szabály, mint az előző volt, mert pontosan ugyanúgy ezt a nagyon vékony vonalat kell majd vizsgálni, és ugyanúgy a varral kell majd szarakodni. VAR az a videó asszisztent. Jaj, az igen. Jó, hát ezt tudom. Jó, most ilyen rövidítéseket használsz, hogy megtévesz. Akkor úgy gondolod, hogy ez nem fogja megkönnyíteni a helyzetet? Nem lesz könnyebben értelmezhető a szabály? Ugyanannyira ideges leszek egy elcsalt meccsen, ahol a bíró nem hajlandó normálisan ítélni egy ilyen esetben. Viszont tehát az, hogyha ez a támadó focit erősíti, ez lehet, hogy jó. Az lehet, hogy nem leszünk hátrébb, hogy több gól lesz. Érdekes az, hogy visszajönnek az ilyen 12-6-os meccsek, mint a kispályán. Vannak itt a komment szekcióban emberek, akiknek majd a munkásságára hatással lesz, mert hozzá kell szokniuk, hogy máshogy látják a lest a játékban. És akkor a FIFA-ban is másképp fogja jelezni. A FIFA-ban biztos, hogy másképp fogja jelezni a lest, igen. Akkor nagyon figyelnünk kell majd. Mint ahogy nagyon figyelnie kell sok embernek, aki... Jó, van ez így. Keci, gyorsan vezet, Borka. Van itt egy kedves barátunk. Csak nem a Gyorsulási Szövetség elnök helyettese. A Magyar Gyorsulási Szövetség elnök helyettese. Azt mondja, hogy nem volt jó dolog, hogy megtörtént ez a baleset. Képzeld, azt mondta, Borka, hogy rossz. Azt mondta, hogy a baleset az rossz. Édes Istenem, egyébként jó, nem fogom eljátszani, hogy nem olvastam el, és nem néztem meg a videót. Mondjuk a videónak csak az első két percig jutottam, mert már alapból nem akarom elterelni a témát, de nagyon ilyen derűsen kérdezték, hogy és akkor ez mi az történt, meg az is. Egy tök komoly témáról van szó, és én nem értettem, hogy lehet erről ilyen vígan beszélgetni, és ami így a legbosszantóbb szerintem, nem is tudom, hogy ez ebben a cikkben van-e, de ugye most már szóba került akkor, hogy ennek mi is lesz a következménye. Hát igen, hogyha minden igaz, akkor elvileg ilyenkor felfüggesztett szabadságvesztést szoktak kapni az emberek. Más kérdés, hogy nem tudjuk, hogy kinek a ki ez a úriember, aki ugye a balesetet okozta. Viszont ettől függetlenül se szokták ezeket olyan keményen büntetni. Tehát nem szoktak letöltendőt kapni elsőre emberek ezekért. De hogyha csak azt nézzük, ami ebben a cikkben van, hogy itt ez a Giltner Attila, az arról beszél, hogy nyugaton azért már jobb a helyzet ezzel kapcsolatban, mert hogy vannak automárkák, ahol vezetéstechnikai tréningek mellett adják csak át az autókat, ami hát ugye remek, de ki a faszt érdekel, már bocsánat. Engem ez letaglózott, mert itt, főleg itt ebben a speciális helyzetben nem azzal volt a probléma, hogy az úr nem tud vezetni, hanem az, hogy gyorsulni akart, vagy versenyezni akart. Lehet, hogy ezek, nem tudom, mennyire tisztázottak a körülmények, de hogyha kétszer annyival mész, mint a megengedett sebesség, akkor ott feltételezek egy kis szándékosságot ebben. És különösen, mert ugye ő azt mondta, a Gyorsulási Szövetség elnök helyettese, hogy ő ismeri ezt az embert, és nem ez volt a probléma. Igen, hogy nem mondja tudta kezelni. Giltner Attila, bocsánat, hogy közvetett módon ismeri az Árpád-hídi balesetben megsérült Mercedes vezetőjét. A megsérült Mercedes. Tudtad, hogy megsérült egy Mercedes? Megsérült egy Mercedes? Ez egy nagyon fontos részlet. Ennek a megsérült szegény Mercedesnek az a vezetője, ő nagyon sok gyorsulási és pályaversenyre járt. Nem volt gyakorlatlan sofőr. Giltner a baleset körülményeiről azt mondta, szerinte vagy technikai probléma, vagy úgy probléma,
vagy valami más történhetett, ami miatt a sofőr elvesztette az irányítást a 600 lóerős autó felett, mert ezek a járművek tele vannak biztonsági eszközökkel. Valami nem az történt, hogy könnyen meg lehet, hogy valamilyen kábítószer befolyásoltsága alatt mellé érkezett egy BMW-s, és aztán fölpörgette a motort, bebaszta egyesbe, és elkezdett iszonyúan gyorsulni az Árpád hídon, és aztán pedig felcsavarodott a szalagkorlátra, és meggyilkolt egy embert. Ez egy szép sztori. Én csak annyit képzelek, hogy egy idióta. Lehet, hogy pont ott lesz a következő cikkben, kiszedtem egy mondatot, mert annyira nem tudtam hova tenni, és különösen, hogyha tényleg ilyen szabályok vannak, nem minősül önmagában szándékos veszélyeztetésnek a magas sebesség. Én azt értem, hogy lehet menni 140-nel, 160-nal, 180-nal is. Persze, megvannak a meghatározott útszakaszok, gondolom, ahol lehet menni. Németországban. Igen. Így van például. De tényleg nálunk nincsen, nálunk 130-nál gyorsabban sehol se lehet menni. Akkor mi, ha nem szándékos veszélyeztetés? Most a sofőrt nem tekintjük valami józan, tudatos létnek? Csak tud dönteni arról most, hogy megnyomja a gázt, vagy nem nyomja meg a gázt. Jó, de tudod, milyenek ezek az autók, Borka, hogy csak így megnyomod, és aztán hopp, már ott vagy 140-en, hát most ez honnan tudhatta volna, mennyivel megy? Főleg, hogyha gyorsulgatni szokott meg ilyeneket, honnan tudhatta főleg, volna? Hát most ez egy fiatal ember. Most a tiszét rálép, át, de mellé ment egy BMW-s, Borka. Ja, most mit tényleg kellett volna tennie? Nem legyorsulnia, és aztán balfaszul felcsavarodnia a szalagkorlátra, megsérteni a Mercedes-ét. Én nekem az is érdekes ebben, de ezt legutóbb is mondtam, hogy ugye nem az a probléma itt, hogy 140-nel ment ez a fazon, hanem az, hogy 70-nel lépte át a korlátozást. Tehát 140-nel, hogyha az autópályán ment volna, akkor az engem nem, én oda sem néznék, nem érdekel. 140-nel bárki tud menni az autópályán, és nem anélkül, hogy veszélyeztetne így közvetlenül bárkit. Inkább az a kérdés, és szerintem ezt vetettem fel múltkor is, hogy miért arányos a sebesség átlépésnek a büntetés alapja, és miért nem kilométer per óra alapú. Mert hogyha valaki 70 km per órával lépi át, az valószínűleg probléma, hogyha valaki 20-szal, akkor a érted, a 30-as persze táblánál is. Na mindegy. De ami még egy érdekes oldala ennek a kérdésnek, hogy például itt írja a Total Car, hogy Olaszországban a friss jogsival nem is vehetsz ilyen autót, vagy nem is vezethetsz ilyen autót. Nem az, hogy nem vehetsz, mert azt még nagyon könnyen ki lehetne játszani. De miért nincs nálunk is egy ilyen? Ezt egy másik cikkbe vetették föl, és nem találtam meg sehol, csak a Szilveszter mondta, hogy van ilyen. Hogy érdekes, hogy a motoroknál vannak kategóriák, és nem vezethetsz akármilyen motort, akármilyen jogosítvánnyal. És az autóknál miért nincs egy ilyen korlát, hogy egy 600 lóerős autót egy ugyanolyan jogosítvánnyal vezethetsz, amit amúgy egy Suzuki SX 4-en szereztél meg, vagy egy Daewoo Tikon, ami majdnem szétesett alattad. És semmi, onnantól kezdve megvan jogosítványod, másnap beülhetsz egy ilyen autóba, és megölhetsz valakit. És az sem mindegy egyébként, hogy hogy van meg a jogosítványod, mert ebből is én annyira vegyes tapasztalatokat hallottam, és olyan elszomorító példákat is, hogy persze halljuk azt, hogy le lehet kenni sokszor a vizsgabiztosokat, meg ilyenek, csak amikor tényleg azt hallottam. A vizsgabiztosok? Hát ilyet én még sose hallottam. Szóval ugyanolyan értékű jogosítványt kap valaki, aki mondjuk vezetett 20 órát, és adott a vizsgáján egy deák igazolványt az oktatónak. Ugyanolyan értékű jogosítványt kap, mint az, aki mondjuk valójában nagyon-nagyon sokat gyakorolt, és mondhatjuk azt, hogy meg is érdemli ezt a jogosítványt. Nekem ezt is nehéz elfogadni. Nehéz elfogadni az igazságtalanságot. És ugyanúgy, akik így, de tényleg ez az ő felelőssége, nem? A vizsgabiztosnak a felelőssége? Vagy az oktatónak? Vagy ez hogy működik, hogy ez ott mindenkié az autós iskolája felelősség? Hogy... Senkié, Borka. Még. Onnantól, hogy megvan jogosítvány, az amúgy ez is egy de érdekes az, dolog odaadják lenne, hogy kiad olyan jogosítványunkat, hogyha valaki minden jogsíra rá lenne írva, hogy kiadta ki, és akinél összegyűlik egy bizonyos ponnyi, nem tudom, baleset, meg ilyen veszélyeztetés, vagy ilyenek gyorshajtások, azt esetleg érheti valami vizsgálat. Ha nem is azt mondom, hogy azonnal mondjuk meg kell büntetni, mert ez az eléggé könnyen visszaélésekre adna lehetőséget, de az, hogy legalább megvizsgálják, hogy na jó, hát akkor nem tudom, néha beül hozzátok a vizsgára
egy ilyen felügyelő. Így van. Ez lenne az első kérdésem rendőrként. Hol tanultál vezetni? És tudom, hogy persze nagyon sokszor az autós felelőssége is nem lehet az iskolát felelősségre vonni, de hogyha mondjuk egy olyan visszatérő mintát lehetne ebben az egészben észrevenni. Ja, hogy nagyon sokan jönnek valamelyik iskolából, igen, ilyen tömegesen olyanok, akik kevésbé felelősség teljesen vezetnek az utakon. Én azt is furcsalom ebbe az egészbe, hogy vannak amúgy ilyen falikus kiegészítők, mint például egy gyors autó, vagy egy bre kiegészítő, egy más kultúrkörben egy drága puska. Jellemzően ugye olyan eszközök, amik legalábbis hangosak, emberi élet kioltására alkalmasak, és nem mindet lehet amúgy az utcán csak úgy hurcibálni, és nem tudom, lehet, hogy amúgy nem is kéne ezeket az ilyen autókat kiengedni az utcára. Azért tankkal sem mászkálhatsz csak úgy, nem? Még? Hogyha van egy hatástalanított tankod, meg ugyanúgy egy hatástalanított fegyvered, ez nem mászkálhatsz csak így az utcán. Hi, can I have a large Big Mac meal, please, with a Sprite. Mert az egyszerűen a többi embernek a biztonsági érzetét legalábbis sérted. És hogyha meglátsz egy ilyen autót, én úgy érzem, hogy most már azért ott tartunk, hogy ez is az embernek a biztonsági érzetét, azt sérti. Mert nem tudhatod, hogy mikor fog az idióta benne rátenni egy téglát a gázpedálra, és aztán nem tudom, jaj, hát egy úthiba miatt. Mert ő gyakorlatvezető, ő bármikor tud 140-nel átmenni az Árpád hídon gond nélkül, de hát ugye ott volt egy kavics, megdobja a kocsit, mert hát ez egy ilyen kocsi, hogy egy kavics így megdobja egy úthiba, és utána hát irányíthatat, hát Flány neki csapódik. Hát hogyha ott áll valaki, hát az szörnyet hal. Hát és ezeket ki lehet engedni? Akkor ha csak ez az érvelés, és ebből indulunk ki, akkor is egy hülyeség. Hát ott van egy csomó másik autó, amivel meg nincs ilyen probléma, kurva élet. De nyilván az egész basz föl a leginkább büdös proli lelkemet, hogy valakinek odaraknak a segge alá egy 30-40 milliós autót. Ja, szóval irigy vagy sok. Igen, így csak irerül. Így vagyok. És akkor hogy ez is egy ilyen társadalmi réteghez kötődik, mint hogyha a gazdagok vadászhatnák a szegényeket, és akkor érted? Van mellette egy ilyen társadalmi feszültség is az egészben. És ez annyira nem elegáns. Annyira nem szép. Ilyenkor meg a gazdag polgári rétegnek a felelősségvállalása az valahogy így nem érződik a társadalomban. Pedig én elhiszem, hogy van. De nem érződik. És amit itt olvashattunk a cikkbe, hogy az olasz kormány a biztonság egyében bevezette ezt, hogy 3 évig nem vezethetnek 93 lóerőnél, vagy 73 lóerőpeton. Ez ilyen autóba kényszerítenék azt az ember. De hát, ilyet mondjuk hiányolsz itthonról. Akkor. Igen, szerintem ez nyugodtan lehetne. Tényleg, aki ekkora balfék, hogy nem tud vezetni egy 600 lóerős autót, ez vezesse ezt a Fiat, nem tudom mi ez, Cinque Cento. Hát igen, vagy legalábbis legyen meg a betanulásnak a folyamata. Mert azért, mert a kezedhez kapsz egy jogsit, és levezettél 30 órát, jobb esetben levezetted azt a 30 órát. Ettől függetlenül szerintem ez nem egyenlő azzal, hogy te egy gyakorlatvezető vagy, nem vagy az. Egy kezdővezető, vagy egy tanulóvezető, vagy még mindig, nem? Igen. Amúgy is mennyi a tanulás folyamata? Vagy hogy van ez, mire profi leszel valamiben? 10 000 óra. 10 000 óra. Na. Menjünk tovább egy érdekesebb témára, ami ehhez talán kapcsolódhat. Így van, ami azért kapcsolódik ehhez, mert képzeld el, Csokker, előző héten éppen olvastunk egy kutatást arról, hogy mi az összefüggés a kisméretű pénisz és a gyors és hangos autók között. Volt összefüggés, Borka? Volt összefüggés. Ezt bebizonyították a brit tudósok. Ezt szűrték le, és az más kérdés, hogy engem mennyire győzött meg a módszertan. Minden esetre ez állítólag be van bizonyítva. És más tudósok más összefüggést találtak? A vonzó férfiaknak kisebbek a heréi. Ez rossz fényt vett Krúbira, nem? Aki azt mondja, hogy a bal heréje 6 méteres. Hát ez most azt jelenti, hogy akkor ő egy csúf ember. Nem, ő az anomália. Ja, szerinted hazudik a bal heréjének a méretére? Ebből azt következik, hogy akkor nem 6 méteres a heréje. Érdekes. De ez amúgy se tudom, hogy ezt hogyan tudta volna kivitelezni, hogy ezt ne vegye észre senki. De lássuk, mit mond ez a tanulmány? Ugye elméletileg itt a harmadik pont a legérdekesebb, az, hogy egy szponzorált pont, ez is alátámasztja a hitelességét ennek a cikknek, de alapvetően ez a kutatás, ez főemlősökön
történt. Ezzel a mondattal el is veszítettek. Itt is volt. Szóval, aki már olvasott szakirodalmi kutatást, és tudja, hogy hogy néz ki egy felépítés, hogy van a szimptom, van az annotáció, van a módszertan, van a maga, na mindegy, szóval van ott sok minden, ja, ugye először a research, mit tudom én. Nem akartam ennyire belemenni, de az a lényeg, hogy ezeket a cikkeket hiába ilyen meg olyan egyetemre hivatkoznak, meg ilyen meg olyan professzorra, meg ilyen kutatásra, valahogy nem tudom komolyan venni. Ez miért lehet? De hát, hogy azért, mert ez egy 6 pontból álló cikk, ami után ilyen, amiből az egyik egy szponzorált dolog, és utána pedig, hát nem is tudom, ilyen nőklapja, kafé szintű cikkek vannak, hogy a tetoválás egészséget sejtett itt a szponzorblokk, rendben. De amúgy ettől függetlenül szerintem volt benne érdekes pont, mégpedig ott, hogy arra hivatkoznak, hogy evolúciósan azok a hímegyedek, akik jobban néznek ki, akik vonzóbbak, külsőre, akik könnyebben találnak maguknak párt. Azoknak nem kell annyira tetrekésznek lenniük, mert valószínűleg több lehetőségük lesz a génállományunkat átörökíteni. Míg a rusnyább fél, annak kevesebb lehetősége lesz, annak lehet, hogy egy lehetősége lesz a génállományát átmenekíteni a következő generációja. Úgyhogy akkor aztán ott mindent bele kell adni. Ott szükség van rá, de egyébként... Egy dobás, azt ki kell használni. De egyébként mi alapján alapítják meg, hogy most akkor melyik főemlős attraktív, és melyik nem? Amúgy ez tényleg érdekes lehet, mert ugye, mit tudom én, itt az orángutánokat hozzák föl, de az orángutánoknál mondjuk lehet, hogy van valami ilyen csordarendszer, vagy nem tudom, ilyen szervezettség a egy paklin belül, és akkor nem az fog dönteni, hogy ki a legszebb, hanem lehet, hogy mondjuk ki a legerősebb, és aki agyonveri a többit, és akkor... Hát meg emberek között pedig nagyon-nagyon szubjektív, hogy kinek mi a type. Hát de szerintem ez objektíven mérhető, hogy kik jóképűek, és kik nem jóképűek. Azt mondod, hogy megkérdezel 1000 nőt, hogy tessék, adjanak egy pontszámot erre az emberre, hogy mennyire néz ki jól, akkor tudnak mondani egy 10-es skálán valamit, és aztán akkor ezt lehet összesíteni. Csak nyilván ugye a társadalmi elvárások fogják ezt torzítani, hogyha ott egy Ryan Gosling, és akkor mellé raksz valakit, aki amúgy geci jóképű, azt tudod, ki az, akkor nem biztos, hogy azt fogod mondani, hogy hát ez a másik csávó az jobb képű, mert tudod, hogy a társadalomban betöltött státusza az ennyivel megemeli a Ryan Goslingot. De most már azt fogod mondani, hogy hú, te nagyon jól nézel ki, de tudom, hogy kicsi a herét, szóval. És én gyerekeket akarok, nagyon sokat, szóval ne haragudj, de meg lehet, következő. Nagyon imádod a nagy herét. Ha valakinek az fontos, ezt most már lehet, hogy tudhatja, mert nem tudjuk, hogy igaz-e. Ez egy tudományos műsor. Ez egy tudományos műsor, de hogyha egy valamiben biztos vagyok, az, hogy ti mind nagyon-nagyon helyesek, szexik és szépek vagytok. Biztos vagy benne, hogy a jól van, ez így közönségben van, így a közönségek között átlagosan a legkisebb heremére. Ez alapján. Ez így van. Jó van ez így. Ha már szex, Borka. Sajnos ezt is megéltük. Ma a West End Libriben több olyan könyvvel is találkoztam, amik be voltak fóliázva, azaz nem lehetett kinyitni őket és beleolvasni. Ezek LMBTQ főszereplős könyvek, mint a Herztaper, és ahogy látjátok, elég szomorú látvány így befóliázva látni őket, viszont több olyan regényen is volt fólia, mint a Csontváros, vagy éppen Leiva a Dobol kötete, amiben mellékszálon jelennek meg LMBTQ karakterek. Hát szomorú, hogy ideig jutottunk. Először az merült fel bennem, hogy ez egészen biztosan azért került lefóliázásra, mert ilyen szereplők vannak benne. Ugye mondta, hogy olyan is van, ahol csak mellékszálon vannak LMBTQ karakterek, és az érdekel, hogy van-e olyan, amiben egyáltalán nincsen, és hogy van-e ilyen lefóliázva, hanem csak ezt az egy videót láttuk. Tehát élsz a gyanúperrel, hogy nem teljesen biztos, hogy azért voltak lefóliázva, mert megvásárolta a kormányzat, vagy mi az MCC a Librit, de ugye mindegy, hát a Fidesz, hogy nem ennek köszönhető, hanem az is lehet, hogy amúgy tényleg nem tudjuk. Óvni akarják nem a könyveket, volt... az is lehet. Ezek nagyon értékes könyvek, azt mondják. Nem az, hogy nem olvashatsz bele, amíg meg nem vetettek is buzi. De miért amúgy? Egyébként engem szokott az zavarni, relatíve sokat járok könyvesboltban, és amikor kinyitom a könyvet, és láttam, hogy még meg se vettem, meg még ott van fenn a polcon, és össze van fogdosva. És azt is látom, hogy ilyen új nyomotok vannak rajta. Na most olyanra, nyilván ez jó megoldás. Cenzúrára, vagy így mi a célja ennek?
Ez a mind, de tényleg nem értem. A fóliázás? A fóliázás. Hát, hogy ne olvass el a gyerek véletlenül, mert buzi lesz tőle. Ja. Meg ugye, hogyha megfogná magát a meleg Istenem. Könyvet, attól is meleg lenne, de így a fólián nem jön át a meleg, a meleg baci. Jó, bocsánat, mondjad, Borka, mondjad. Nem, csak én sosem értettem ezt a narratívát, hogy azért, mert hallanak a melegségről, akkor bebuzulnak. Ez alapjában véve nem lehet igaz, tehát nem döntés kérdése az, hogy valaki meleg vagy nem meleg. És ez alapján meg milyen jó lehet neki, akkor kipróbálom én is. Ez nem így működik. Hát szerintem egy meleg nem választaná azt, hogy meleg legyen, hogyha tehetné. Ja, de ott ugye arra hivatkoznak, hogy de. Ez az egyik, de a másik meg az, hogy mondjuk én tényleg művész iskolában tanító ismerősömtől hallottam, hogy ténylegesen ment ez a divat, hogy a művészek azok akkor ugye gyakran melegek, vagy nem tudom, igen. Valamilyen alternatív életmódot élnek, és akkor ez egy ilyen, tehát van ennek egy divatja, de én mondjuk abban nem látom a problémát, hogy két srác elkezd smárolgatni, meg esetleg így szét, de még csinálnak is amúgy esetleg valamit szexelnek, és akkor, de mindkettő ki akarja ezt próbálni, és aztán a végén rájönnek, hogy hát, igen, ez azért nem olyan jó, nem ebbe az irányba szeretnék elmenni. Akkor ezzel nincs semmi probléma. Nekem nincs ezzel semmi probléma. Ettől függetlenül vannak helyek, ahol létezik ez a közösségi nyomás. És ez szerintem amúgy érdemes tenni, mert kár külső nyomásnak megfelelve próbálkozni ebbe az irányba. Ha te mondjuk tudod, hogy téged rohadtul nem fog ez érdekelni, vagy tudnád egy egészséges közegben, de körülötted a közeg az olyan, hogy így nyom-e felé. Csak szerintem ez egy nagyon, nagyon ritka eset. Ez egyes művésülik, egyes évfolyamaiban lehet, hogy kialakul ebből akár egy toxikus légkör. De az, hogy általánosságban, mondjuk az, hogy valaki arról beszél egy iskolában, hogy amúgy vannak melegek, és nem kell megcipőzni őket a WC-ben, csak azért, mert melegek. Meg esetleg te is így gondolkozol rajta, hogy akkor mi lehet a szexualitásod, és ezért egy vizes papuccsal elvered a hasát, aztán utána meg otthon erre recskázol. Ez nem jó irány. Most ettől nem lesz meleg valaki. Ettől lehet, hogy aki amúgy meleg, az könnyebben felvállalja, hogyha nem akarják ezért megverni. De ez a kettő dolog, ez nem ugyanaz. Szóval alapvetően meg egyetértek vele, hogy nincs ilyen. Nem fog átmenni a meleg baktérium. Viszont azt nem értem, Borka, hogy miért nincsen csak egy könyv, ami ki van rakva, amit lehet lapozgatni, mint a parfümökből a minta. Ez teljesen, ez egy... Semmi, meg mindet le lehetne fóliázni a geciben. Most ez nem feltétlen, csak a művészi közegről ugrott be, hogy én nem régen beszélgettem néhány művész ismerősömmel, és hát nem is, egyetlen egyszer találkoztunk, és akkor ők meséltek erről, ami engem nagyon meglepett, mert a melegek helyzetéről beszélgettünk, és én mondtam, hogy azért itthon továbbra sem irigylem a melegeket. És ők meg felhozták, hogy viszont vannak olyan országok, ahol pedig a pozitív diszkrimináció nagyon erős. És hiába hallottam példákat, az kifejezetten meglepett, amikor arról kezdtek mesélni, hogy mondjuk Amerikában jelentkeztek ugyanúgy művész közeg, tehát zeneiskolába. És ott konkrétan rákérdeztek a beállítottságukra. Miért? Kérdés, miért merül ez fel egy felvételin? És az eredmények alapján lehet, ott persze benne volt az is, hogy ők meg voltak sértődve, nem kerültek be, de olyan is volt, hogy valaki bekerült, és az arányok érzékelhetőek voltak. Ez gyalázatos. Én ezt nem tudom hova tenni. Tehát szerintem ez a LMBTQ közösség számára is inkább megalázó, mint produktív. Tehát, hogy... Igen, ez amikor egy társadalmi réteg bármilyen is legyen az, el van nyomva. És annak a válasza az lesz, hogy ahol viszont ő van hatalmon, akkor ő elnyomja a többieket. Ez nem az ellentéte, az pontosan ugyanaz. Az egy nagyon rossz irány. Például, hogyha egyszer ez az urambátyám rendszernek vége lesz, és végre meritokráciában élhetünk, akkor kell majd nagyon odafigyelnünk, hogy a Vitézi Dávidok ne kerülhessenek ki a jelöltek közül csak azért, mert mit tudom én, Szegről végre az Orbán félrokona, vagy nem tudom micsoda. Hogy tényleg, hogy ezt miért nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni, és különösen amúgy egy művésziskolában, hogy tényleg kizárólag az a lényeg, hogy milyen tehetséges Igen. vagy. Attól függ, hogy mire viheted, hogy milyen tehetséges vagy, és milyen szorgalmas vagy. Igen. Miért nem ezt megnézik? Hogy ez a gyerek tehetséges, szorgalmas? Jó. Nem, hanem az kell, hogy terjessze a tehetségén és szorgalmán és művészetén keresztül, amit a tanárai gondolnak. Ez ellen azt hiszem együtt szólhatunk fel az összes konzervatív, rendkívül értelmiségivel, mint a Bencsik András.
Gajdicsott. Meg a gajdicsottó. Azt hiszem, hogy ebben nagyon egyetértünk, hogy igen, hibás hozzáállás, amikor a művész elit az mondjuk kirekeszti maga közül a konzervatív művészeket, meg a mondjuk a hetero művészeket. Vagy itt is, az is egyébként láttam, írták kommentekben, és nekem is ezt is mesélték, hogy a származásra is rákérdeznek. És ebben az esetben is ez miért számít? Miért fontos? Ez kurva gusztustalan dolog. Szerintem is. Pont azzal próbálnak küzdeni, hogy ugye vannak, akik el vannak nyomva, és akkor ugyanazt a kérdést felteszik. Nem tudom, tényleg 40 évvel ezelőtt, hogy valaki puertorikói, és akkor, akkor köszönjük szépen a jelentkezést. Most meg nem puertorikói, és akkor köszönjük szépen. Tehát takarodj már, szemveszik észre, hogy ugyanakkor a nyomorultak. De amúgy biztos nehéz a borzalmas dühöddel normálisan dönteni, csak ettől nem leszel más, mint az, akit utáltál. Igen, meg én azt is értem, hogy valamit akarnak kezdeni a helyzettel, csak szerintem ez már annyira szélsőségekben megy át, meg pont ugye ugyanazt a módszer követik, mint amit fordítva, hogy ez inkább ellenszenvet vált ki azokból is, akik egyébként meg egyáltalán nem foglalkoznak ezzel. Az én szememben nincsen az, hogy valaki meleg akkor hozzá pozitívabban vagy negatívabban, ugyanúgy, teljesen semlegesen, és szerintem ezt kéne elérni az emberekben, ne az, hogy most jó, és ez is megint lehet, hogy kicsit ilyen szélsőséges, de hogy én nagyon sok olyan embert ismerek, aki meg úristen, és akkor te meleg vagy, és ízés, jaj, de jó. Szóval nekem ez is nagyon sok, ne legyen ez kérdés, és ez fogalmam sincs, biztos majd idővel lehet ezt elérni, viszont addig még nagyon sok idő kell, hogy elteljen, és nagyon sok változásnak kell történnie, hogy hát nem is tudom, hogy egyetlen ugye a társadalom valaha ugyanúgy fog tekinteni a homoszexuálisokra. Különösen olyankor, amikor még Oroszországban mentális betegségként van ez kezelve például. De ezek Magyarországon, a progresszív Magyarországon 10 év alatt másfélszeresére emelkedett azok száma Magyarországon, akik szerint oké a melegházasság. Hiába itt az óriás propaganda, úgy tűnik, hogy ebben mégse sikerült előre lépnie a Fityesznek. Hát azt mondják, hogy az Ipsos kutatása alapján 2013-ban még a megkérdezett magyarok 30%-a tartotta normálisnak a melegházasságot, ma már 47% gondolja ezt. És összesen 67%, kétharmad, ding-ding-ding, úgy gondolja, hogy valamilyen jogi formában el kéne ismerni az azonos neműek párkapcsolatát. Hoppá! Mit tehetnek most? Milyen élettársi kapcsolat? Vagy van valami bejegyzett élettársi kapcsolatot lehet, igen. Igen, mondjuk ezt is mindig mondja a nem tudom, a Bencsik meg a Mencer, vagy én nem is tudom, melyik szerencséstől hallottam. Elég hírtévét néztem, úgy tűnik. Megvan itt a tudás. Hogy igen, hogy a házassággal nem lehet egy szinten, hogy ez nekik a problémájuk, mert hogyha két meleg férfi egymás brejét fogdossa, és az házasság. Amikor a Bencsik elveri az asszonyt, hát akkor az már iszét? Már nem is ugyanolyan ért. De itt amúgy itt a vallásra hivatkoznak? Vagy itt mi ennek az alapja, de hogy ez nem lehet ugyanolyan értékű? Én a vallást azért nem érzem úgy, hogy ez ennek itt bármi köze van. Tehát az még mindig egy következő lépcső, hogy egy pap adja össze őket. És szóval az meg az egyház döntése. De az, hogy az állam, a saját állampolgárainak azt mondja, hogy te, meg te, ti együtt éltek. Oké, akkor ti házasok vagytok. Ugye ez két nő, két férfi, két mit tudom én milyen nemű ember, hát ez szerintem ez a törvény előtt teljesen ugyanolyannak kérne lennie. Most az más kérdés, hogy mondjuk hogy a gyerektámogatás már örökbefogadott gyerekekre is ugye föl lehet venni. Innentől kezdve meg igazából nincs az a jogi kategória, ahol el kéne, hogy különüljön. És akkor én értem, hogy ez akkor most lipsi hozzáállás, vagy nem tudom, csak hogy nem hallom az érveket ellene, hogy mi az az érv, ami miatt nem kéne, hogy ez elfogadható legyen. És akkor azért, mert hogy a gyerekek, hogy ez ne ez legyen a norma, ne ez legyen az általános. De nem ez az általános, legalábbis a tanulmány szerint a megkérdezett magyarok 2%-a mondta magáról, hogy leszbikus, meleg, homoszexuális, 3% biszexuális, 1% pánszexuális vagy omniszexuális, tehát akkor 4% biszexuális. Ott már én nem értem, igen. Az ott már elveszítettél. 1% transznemű, vagy olyan személy, aki nem sorolja magát férfi-női kategóriába. Összesen beszélünk akkor 7%-ról a társadalomban, ami ennél több csak attól lesz, hogy egyfolytában erről beszélne. Tehát ez se nem az, hogy akkor most drag queen-ek táncoljanak az óvodákban, meg a bölcsödékben.
Na de itt már megint az van, és most lehet, hogy nagyon butának fogok tűnni, és nagyon sajnálom, de hogy én nem tartom számon egy lapon azt, hogy valaki mondjuk homoszexuális, meg azt, hogy transgender. Nekem ez két külön téma, az, hogy milyen a szexuális orientációja, meg az, hogy milyen gender ő. Szerintem ez szerintük is azért van két külön neve. De hogy mindig egybe van mosva, és mindig egyszerre beszélnek róla, miközben én ezt teljesen külön kezelném. Most egy transznemű nő, akkor ő most lehet például leszbikus is, meg lehet hetero is, nem? Ja. Vagy ez hogy működik? Mert ez most tényleg... Hát lehet, ez valószínűleg elég, tehát ez egy töredék százalék lehet az országban, hogy valaki amúgy magát nőnek érzi, és úgy vonzódik a nők iránt, hogy azt gondolja, hogy ő egy transznemű nő. Mindig megzavar. Én annyira nem tudok igazodni ebben a témában, és amikor Ádám vette fel ezt a gender videó, én le voltam taglózva. Nagyon nem, annak ellenére, hogy tudom, Z-generáció vagyok, és nekem már ilyen természetesen kéne, hogy jöjjön minden. Számomra nagyon sok volt az új info, és nagyon nehezen is értettem meg, és szeretném megérteni, és szeretném befogadni, és elfogadni mindent. De van, ahol nekem volt egy határ, és azt mondtam, hogy ne, tehát hogy most már ennyi, és ne tovább. Viszont ez nem ott van, hogy valaki homoszexuális, vagy biszexuális, még a pánszexuális sem érdekel, de amikor már elment ilyen olyan irányba, akkor már... Voltak nehezen értelmezhető kategóriák, de szerintem a transzexuális, meg az, hogy valaki transzexuális, leszbikus nő, ezen sem tudom fölhúzni magam. Azt megértem, hogy miért csinálnak viccet abból, hogy esetleg valaki egyik héten nő, másik héten férfi. Ja, amikor ilyen gender fluid, azt hiszem így hívják, hogy váltakozik. Nehéz valóban azért ezt így elhelyezni az emberek többségének így a mindennapjaiban. De hát tényleg nem ez a többség, de most mi is megint erről beszélünk. Pedig beszélhetnénk az LMBTQP-ről is. Mi a P az mi? A pedofil. Jó. Na igen, ez meg a... A vadhajtásokon konzekvensen így írják. Ez komoly. LMBTQP propaganda. Ide fogok hányni, pedig eddig jó voltam. Pedig... Na, viszont a magyarok progresszívek. A magyarok 59%-a szerint azonos nemű párok ugyanolyan sikeresek lehetnek gyermeknevelésben, mint más szülők. Egyharmad szerint viszont rosszabbak lennének. A magyarok többsége támogatja, hogy mindenki a nemének megfelelő WC-t használja, csak 43% támogatja, hogy hivatalos dokumentumon a férfi és nő mellett legyen egyéb kategória is, míg 41% kifejezetten ellenzi ezt, azért ebbe megosztottak vagyunk, és az, hogy fedeznie kéne a TB-nek a nem váltó műtétet, erre kétharmad azt mondta, hogy nem. Hát amúgy ez tényleg érdekes, hogy például Iránban fedezi. A homoszexualitás tilos, de nem váltó műtétet lehet. TB-re. Vagy legalábbis egy időben volt, nem tudom, hogy most még van-e, egy időben volt. Viszont nem mindenki ilyen progresszív az országban, ugyanis szexualitása miatt vétózta meg a Fidesz és a Mi Hazánk, hogy Alan Turingről nevezzenek el közterületet Budapesten. Ugye ő az, akit a Benedict Cumberbatch játszott ugye a Bletchley Parkban, aki megcsinálta ezt a kódfejtő számítógépet, vagy vezette ezt a csoportot. Na igen, de ez tényleg érdekes, hogy ezért, mert hogy meleg volt. Ezért leszavazták. Miért nem azért szavazták, de mert mi közünk van hozzá? Ugye? De hát azért van pár olyan tér, ami azért sok közül nincsen, aztán mégis elnevezik valakiről. Milyen szerzetes volt Mészáros Lőrinc? Mert ugye olyan utcánk van, hogy Mészáros Lőrinc utca, amiről mindenki egyből a mai kor ember arra asszociál, hogy lőről, aztán közül valami szerzetes. Orbán Balázs utca is van. Nekem ez is fura. Amikor ezeket így hallom bemondani, akkor így sose tudom, hogy mire gondolják, pedig aztán... De ez nem szabad, hogy azért lecseréljük a utcanévtáblainkat, mert esetleg most valakinek olyan a neve. Ja, persze. Mint ahogy majd a Berki Krisztián ugye sportoló is zárjelben sportoló. Persze, igen. Szóval őnek is kell ilyen már nevet változtatnia, csak azért, mert a megboldogult Berki Krisztián az híresebb volt a ocsmánykodásával. Szóval az volt az indoklásuk. Azt hittem, hogy nem tudom, azért fogod mondani, hogy van, nem tudom, mi ez, Bud Spencer Park, meg ilyenek, és hogy... Nem, de mert ahhoz is van. Nem tudok példát hozni. Nekem az Elvis Presley Park volt, ami furcsa volt. Mi van ilyen itthon? Van, a Margit hídnál, a Margit híd Budai híd fölött egy kicsit éjszakra, ott a szép felé, a Császár Komjádiusz odafelé. Ott van-e? Tér! Hát akkor igazán elfért volna egy Ellen Park is, Ellen... Mi a neve? Turing. De ami azért meg a Fidesz azt mondta, hogy nem, itt a buziktról nem lesz elnevezve semmi, mint például Kölcsey Ferencről. Ó, Kölcsey. Tényleg a saját neméhez vonzódott Kölcsey Ferenc? Femcafé.hu. Na, amúgy ez az érdekes, hogy ez a Femcafé, ez úgy ír róla, mint hogyha tényleg
ez bebizonyítható lenne, de nem túl bebizonyítható dolog ez, hogy akkor most a Kölcsey tényleg twink volt-e, vagy nem. Na de nem azokra hivatkoznak, hogy voltak levelezések, amikben férfiak csókolózásáról írt, valami ilyesmi. De, mert azt írja, hogy például ölelek véghetetlen szerelemmel, mint Mátkád, ölelni soha nem foghat. Ez a szív, nem a Jánkáé. Szemere Pál, igen, ott van. Erről a Nyári Krisztián írt egy cikket még 13-ban, amikor ez nagyot robbant, és akkor utána elkezdték a... Már az, hogy Kölcsey meleg volt-e, vagy nem? Igen, hogy ezekre a verseire hivatkozva azt mondta, hogy Kölcsey valószínűleg meleg volt. Amúgy Kölcseynek nem volt nője. Uh-huh. Így híresen, és de hát ugye meghalt viszonylag fiatalon, mert esett az eső, és még abban a korban élt, amikor ez ugye mindennapos halálok volt, mint ezt láthattuk az Aranybullában. Amúgy ez elég gyász, nem? Bazdmeg 40 éves korod előtt megírod a himnuszt, és aztán esik az eső, és meghalsz. De ez azért fontos nekünk, hogy ő meleg volt-e, vagy nem, mert... Mert nehogy már egy buzinak cuccait tanítsák az iskolában. Teljesen jogos, így már mindennek van értelme. De, hogyha belegondolsz, az is jogos, hogy az iskolában miért azt tanítsák, hogy a Kölcsey, tudtátok, hogy meleg volt? Ahelyett, hogy himnusz. De amúgy meg, ahogy kimondtam ezt az érvet, amit tegnap olvastam, hogy a Mi Hazánk ezt az érvet hozta föl, vagy akkor még talán a Jobbik, nem tudom, hogy igazából miért probléma ez? Érdekes módon, amikor mondjuk valami világtörténelmi eseményről tanulunk, akkor mindig meg kell hallgatnunk, hogy ki volt az, aki magyar volt belőle. Vagy milyen magyar vett benne részt. Ami egy tök helyes dolog, csak hát a magyarok sokszínűek. Vannak kunok, jászok, vannak melegek. És akár egy meleg magyarnak érdekes lehet az is, hogy ki is volt meleg magyar. És nem csak azért, hogy akkor ő most verhesse a mellét, hogy ez egy meleg magyar volt, és akkor a meleg magyarok mennyi mindent értek el, hanem például az, hogy tudja, hogy kiknek nézzen utána az élettörténetének, hogy ők hogyan dolgozták föl a saját kihívásaikat az életben, ami akár segíthet neki is. Például egy olyan meleggé válni, mint amilyen, hogyha Kölcsey meleg volt, akkor ő volt. Szerintem, hogyha egy Mi Hazánkos szemében jó meleg magyar példát kéne fölhozni, akkor egy tök jó meleg magyar példa lehetne Kölcsey Ferenc. Már azért, mert nem vállalta fel. De nem, már látod, hogy miket írt? Milyen buziságokat írt, Borka? Hát én nekem ez alapján nem az jön le, hogyha ennyire titok, meg rejtély övezi azt, hogy ő meleg volt-e, vagy nem, akkor nem gondolom, hogy nagyon megélte ezt a melegségét. Jó, de abba a korba nem lehetett, Borka. Én ezt értem, de akkor hogy lehet ez az a példa? Az ellentőringet is. Akkor mi a példa? Akkor az a börtönbe zárták, mert hát meleg igen, volt. Igen, így van. És mikor mentették fel? Milyen valami, Istenem, azt is olvastam, valami királyi mentelmet kapott, vagy mit? Az Erzsébet királynőtől? Hogy igen. Akkor jó, most már felmentik, hogy most már nem bűn, hogy neki. Neki. Hány évvel később? 60? Nevetséges szerint. De majd adhatna a Mi Hazánk a Kölcseinek is egy ilyen felmentés, nem? Ja, tényleg. Egy ilyen pecsétes papír, hogy a majd 20 év múlva. Tudjuk, hogy buzi vagy, de nem baj. Azért kösz a himnusz. Jó gyerek volt. Lehet azért. Jó, nem azért, egy nélküled, lehet, de azért nem rossz. Lehet azért van ilyen szomorkás hangulata a himnusznak. Mert buzi. Mert alapból mindig ilyen hangulatban volt. És nem Magyarországnak a tragikus történelme, hanem mert búzi. Igen, ez mind tudjuk, hogy még Trianon előtt volt, úgyhogy annyira azért nem lehetett szomorú a Kölcsey még. Tudod, mit adok még rohadtul a Kölcseiben? Nézd meg, meg van kopaszodva 40 éves kora előtt, mert bőven megkopaszodott. És milyen menő haja van mégis. Láttam... Jaj, de yes! Menő haja van még. Hát ez rohadt menő haj. Hogyha megkopaszodok, ilyen hajat fogok csinálni. Azt mondom, csak egy Kölcseyt vágjál nekem, léci. Szilveszter. Tegnap láttam, tegnap előtt a buszról bazánk, ott volt egy ilyen kórai pár, és csávó, annak a haja az így előre volt így túrva, vagy így nagyjából így idáig volt így fölkopaszodva. Ja, és akkor én elhiszem, nagyon kényelmetlen ez, meg szar, hogyha így kopaszodik az ember, de hogy tényleg már megvan a módja az, hogy legyen hajbeültetés, ugye láttunk rá prominens példákat, akiknél ez jól működött. A másik lehetőség pedig az, hogy akkor azt mondod, hogy jó, hát bánzegén, akkor kopasz vagyok. És erre is vannak jó példák. És büszkén példák. Viseled. Valakinek jól áll, igen, valaki elkezd kopaszodni, és lenyírja nullás, és akkor ennyi. Imbrészeld azt, hogy kopaszodsz, és nincs ezzel semmi probléma. És ott én van a Kölcsey, aki... Nézd, aki meg teljesen leszarta, és nem foglalkozott vele. De nem! Hát nézd már meg, milyen hajat vágatott meg, kurva menő. Szerinted ezt magának vágatta? Szerintem bement a fodrászhoz, és azt mondta, hogy figyelj, ezt... Na, akkor úgy szeretné, hogy ide egy nullásra legyen. Bement a fodrászhoz, és azt mondta, hogy szia! És így darai...
vagy nem ilyen beach waves szeretek. My God. Slay! Tényleg azért megtette volna azt is, hogy így innen átfésül ide. Aj. De nem. A kölcsei nagyobb formátumú történelmi személyiség volt már akkor is. Csinált magának egy királyhajat. De amúgy a hajbeültetést, hogyha szeretnétek személyes tapasztalatot, nekem nem volt, de nagyon közeli hozzátartozomnak volt, és mondta, hogy nem bánta meg, de nagyon fájt neki. Ugye amikor beültetnek, ugye általában ide előre ültetnek be férfiak, mert ott kezdenek el kopaszodni, vagy itt felül, viszont hátul meg mindig nő hajad, és akkor onnan pakolják át. Szóval ezért gondoljátok át. De ez is meg oldás, vagy elfogadod magad, mint kölcsei. Imbrész a kölcseiségedet. Na jó, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ez volt már a csodálatos jól van, ez így. Na szóval, azt kell tudni, hogy én nem vagyok olyan lelkes, amikor meghallom azt a lehetőséget, hogy beüljek ide. És most azt éreztem, hogy most már nem tudom, negyedik alkalom volt, és így egyre jobban kezdem azt érezni, hogy nem kell olyan megerőltetnem magam annyira, hogy most úristen, valamit mondjak, mert műsorban valamit mondani kell, de alapból általában ez van. Na mindegy, szóval most nyugodt voltam. Rákaptál a vér most ízére. Picit azt éreztem, hogy most már kicsit nyugodtabb tudok maradni, mint eddig. Szóval. Köszi nektek, köszönöm szépen a kedves kommenteket, mert azért én is nézegettem, és nagyon jól esik, nem reagálok rá, még nem szoktam rá reagálni, de azért olvasom és látom, és nagyon értékelem, amikor valami szépet írtok, szóval köszönöm szépen. Ja, írjatok szépeket a kommentekbe, iratkozzatok föl, 100 000 legyen meg minél előbb, gyorsabban, mint egy másik csatornának. Fizessetek elő Patreonra. Évvégén pedig találkozunk élőben. Addig pedig holnap mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek?